Hangos bemondón keresztül figyelmezteti a drón a kecskemétieket, hogy tartsák be a hétvégére érvényes szabályokat. Először a főtéren ellenőriztek. Ez pedig már a Bringa Park, ahol ezen a hétvégén este 7 óra után már senki nem lehet. Erre a drón is figyelmeztette az embereket. A múlt hétvégén is azt tudom mondani, hogy több mint 100 bírság kiszabására került sor, mert olyan indokolatlan éjszakai csellengések voltak a városban, amik sokszor bűncselekményt vagy szabálysértést is megvalósítottak, amellett, hogy a kijárási korlátozást is megszegték. Ezekben az esetekben nyilván szabálysértési bírságot szabtak ki a kollégáim. A drónok nagyobb területet képesek átvizsgálni kevesebb idő alatt, mint a gyalogos járőrök, bármilyen napszakban. A hőkamera az például sötétedés után is kiváló eszköz annak kimutatására, hogy merre mozognak személyek, hol vannak csoportosulások, de emellett még az egészségügyi felmérésnek is kiváló eszközei. Egy példa Kínából, ahol a 20 emeletes lakóházak esetében megkérték a lakókat, hogy fáradjanak ki az erkélyre, és az erkélyekre kifáradó embereknek a testhőmérsékletét tudták vizsgálni drónokkal. Most is van nálunk egy ilyen eszköz, amivel ezt meg tudjuk valósítani a levegőből. Ezek az autók, amik ott vannak, lehet látni, hogy a motorházvezetője meg a kerekek azok tök melegek. Ez pedig már a hőkamerás drón felvétele egy éjszakai gyorsulási versenyről. A rendőrök és a városrendészek azonnal a helyszínre indultak, és megbüntették a szabálysértőket. Vagyis este 10 óra után már senki nem lehet az utcákon. Ez szombaton sem tartotta be mindenki. Gyerekek ám! A felvételen jól látszódik, ahogy megérkezik a városrendészet autója, és ellenőrzik a fiatalokat. De arra is volt példa, hogy valaki tudta igazolni, hogy miért van az utcán. Őt tovább engedték a városrendészek.